új védőnői helység készült el itt Halásztelken, mikor volt az átadása, és egyáltalán miért volt erre szükség? Hétfőn adtuk át a védőnői körzet új helységét. A védőnői körzet évtizedek óta elhanyagolt állapotban volt, és méretét tekintve alkalmatlan volt a megnövekedett feladatainak az ellátására, ezért háromszor akkora méretben új felszerelés és eszközökkel adtuk át az új védőnői helységet. Azt gondoljuk, hogy a Halásztelken élő kisgyermekes családok, illetve a védőnök is örömmel fogják használni. Ez azt gondolom, hogy a város történetében egy nagy dolog, mert tényleg egy olyan beruházás készült el, ami a rengeteg újszülött gyermeket, illetve családokat is kiszolgálja. A gyerekek számára nem csak ez a védőnői szolgálat, nem csak ez a ház épült meg, hanem tervben van, hogyha jól tudom, óvoda vagy bölcsőde építése a közeljövőben? Így van, van egy megnyert bölcsőde pályázatunk. Tervek szerint jövőre elkezdődik a beruházás, jövőre elkezdődik az építkezés, illetve van egy egészségház pályázatunk, ami be van nyújtva, de ott még döntés nem született. Ebben az összes orvosi rendelő, fogorvosi rendelő helyet kapna. Az önök számára nem csak a kisgyermekes családok, a gyerkőcök, hanem a szépkorúak is nagyon fontosak. A jelen pillanatban is zajlik ajándékosztás a számukra. Hogyan tudják a mindennapokban segíteni a szépkorúak életét itt Halásztelken? Hát aki megkeres minket bármilyen problémával, próbálunk nekik segíteni. A polgármesteri hivatalnak van egy szociális osztálya, a rászoruló nyugdíjasokat ezen keresztül is, illetve bármilyen rászoruló halásztelki embert ezen keresztül próbálunk támogatni. Többféle támogatása van, gyógyszertámogatásunk, tűzifa támogatásunk, személyszállítási kedvezményünk, illetve pénzbeli támogatásunk. Ez beérkezik a szociális bizottság elé, és ott döntés születik róla, aki rászoruló, azt tud ezzel élni. Illetve jelen pillanatban is zajlik egy csomagosztás, ahol több száz csomaggal készültünk, ez minden évben van, itt a rászoruló nyugdíjasokat támogatjuk tartós élelmiszerekkel, és itt egy bizonyos pénz összegi határ van, tehát akinek az alatt van a nyugdíja, az kapja ezt a csomagot. Egyre fontosabb az emberek számára a környezettudatos életvitel és a környezetvédelme is. Halásztelken faültetésre is sor került az elmúlt időszakban. Igen, a MOL Új Európa Alapítvány által hirdetett Városfa programban indultunk, és itt 3,5 millió forint értékben nyertünk 70 darab fát. Ezek az elmúlt időszakban el lettek ültetve. Próbáljuk őket gondozni, és a következő időszakban is figyeljük az ilyen típusú pályázatokat, mert szeretnénk zöldíteni is a várost. Ha pár mondatban összefoglalná nekünk, hogy mit gondol az idei évről, és mi az, amit kívánna a Halászteleknek a következő évre? Azt gondolom, hogy elég sok beruházást el tudtunk kezdeni, és be tudtunk fejezni. A jövő évben a megkezdett beruházásokat szeretnénk befejezni. Nem volt könnyű helyzetünk, nyilván a globális gazdasági helyzet miatt, de azt gondolom, hogy talpon tudunk maradni, és próbáljuk működtetni normálisan a várost.